Ez itt továbbra is a Szökkenő Vándor, és továbbra is Győrből a tornászok mesterfokú bajnokságáról jelentkezünk. Itt van velem Altóriai Sándor, a Magyar Tornaszövetség főtitkára. Főtitkár úr, egy picit más volt a lebonyolítás idén, főleg a lányok számára. Ez mit takart, és miért történt így? A szakák tulajdonképpen ez döntött el, hogy az idei évben így fogják megrendezni a mesterfokú bajnokságot. Természetesen ez mind a férfi szakágnál, mind a női szakágnál, a szakág a sportszakmai dolgokat figyelembe véve dönt erről, ezért volt másképp kicsit a fiúké és másképp a lányoké a rendezés szempontjából. Talán azt is mondhatom, hogy az EB felkészülésnek alárendelve ezt a fajta versenyszituációt, hiszen a nyár végén, szeptember elején gondolták át újra az őszi versenyeknek a rendezési formáját. Ugye ez azt jelentette pontosan, hogy a hölgyeknél volt egy selejtező, aztán a második napon az egyéni összetett döntő, a harmadik napon pedig a szerenkénti döntők. Ehhez képest a fiúknál ugye az eredeti felállás volt, ami évek óta működött, vagyis? Így van, hát a fiúknál az első nap volt a csapatversenyek és a selejtező, illetve az egyéni összetett verseny, és szombat-vasárnap pedig a szerenkénti finálék zajlanak le, míg a lányoknál úgy, ahogy elmondtad, három napban, de másképp széthúzva a verseny, másképp rendezve a versenyek. A lányok így döntöttek, ahogy az előbb említettem, úgyhogy, de mindenkinek szerintem jó élmény lehetett. Neked, mint egykori világbajnoki hatodik helyezett tornásznak, mi a véleményed, hogy melyik elosztása könnyebb? Csak azért feszegetem ezt, mert a lányoknak még nem rendeztek így versenyt, amikor van az egyéni összetett nap és négyszer egyszerre, vagy pedig jobb a fiúknak, akiknek osztva vannak, három-háromszeren versenyeznek? Én a régi generációhoz tartoztam, amikor 6-ból 6-ot kellett tudni csinálni a fiúknál, ugye a szereken. Én azt gondolom, hogy minden versenyző arra a verseny lebonyolításra készül fel, ami előtte áll. Az ember, nekem legalábbis például a pályafutás végén, hogyha két napos volt a verseny, akkor fejbe arra készültem fel, a harmadik nap lehet, hogy egy karközés kis túlzással nem ment volna, ha négy napos, akkor négy naposra. Tehát egy versenyzőnek mindig arra kell főkészülni, ami éppen előtte áll. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha 6-ból 3-szert, vagy a lányoknak 4-ből 2-t kell csinálni, az valószínűleg egyszerűbb, nem olyan megterhelő, de bírni kell mind a 6-ot, mind a 4-et teljesen természetesen. Milyennek találtad a lányokat itt a viadalon? Vannak még hibák. Örvendetes volt, hogy Zsófia előrelépett az országos bajnoksághoz képest, ha csak azt nézzük, 3 ponttal többet csinált, még szerintem mindig van a Zsófiba. Azt látom rajta, hogy az elmúlt 2 év hullámzó teljesítménye, sérülések és minden egyéb hátráltatás talán most túl van ezen már. Talán eljutott abba a szituációba, abba a korba, amikor beáll minden, és nincsenek hátráltató, hogy mondjam, események az ember életébe. Ugye neki is egy serdülő kori dolgon ment át, átalakul a szervezet. Ez nagy nehézség a lányoknak, tehát ez nyilván rám nyomja a bélyeget. Most örömteli, hogy ebből úgy néz ki, hogy kijött. Főversenye neki jövőre az olimpia, tehát azt kell szem előtt tartani. A mesterfokú bajnokságnak ugye az is a különlegessége, hogy itt a felnőtt versenyzők mellett néhány utánpótlás versenyző is kvalifikálhatja magát, és együtt versenyeznek. A lányoknál ráadásul szép teljesítmények voltak, mondjuk, ha csak Mayer Grétára gondolunk. Így van, megmutathatják, ezt egy-két éve lett bevezetve, hogy az utánpótlás is szerepelhet. Mondjuk főleg a fiúmezőnyben ott van egy úgynevezett kismesterbajnokság is. A lányoknál pedig azt követjük, ami már korábban is megvolt, hogy a fiatalok összemérhetik a tudásukat a felnőttekkel. Nyilván a felnőttek dominálnak, de néhány fővel a legkiemelkedőbb fiatalok itt is szerepelhetnek. Következzenek akkor a lányok viadalai. Az előző évekhez hasonlóan Győrben rendezték meg a tornászok mesterfokú bajnokságát az Olimpiai Sportparkban, nézők nélkül, szigorú előírások mellett. Kovács Zsófia, a Dunaferese olimpiai kvótás tornásza az összetett küzdelmek során 52,2 pontot tornászott, és ezzel mindenkit a háta mögé utasított. A szerenkénti finálékban felemás korláton gerendán és talajon aranyérmet szerzett. Második nap ugye az egyéni összetett döntő volt, ahol a selejtezőhöz képest rontottam, de így is egy aránylag magas pontszámot tudtam hozni, úgyhogy ennek is nagyon örülök, mert azért így körvonalazódott már, hogy a gyakorlatok kezdenek pontosak lenni, és kevés hiba volt benne. És a szerenkénti döntők napján is elégedett vagyok magammal, mert
bár négyszeren indultam volna, az ugrást ezt visszamondtuk, mert már így az utolsó napra éreztem, hogy azért kezdek fáradni. Ugye most ez így ez a 3 nap sok volt egyben, ugye, hogy tényleg szinte alig versenyeztünk az évben, úgyhogy most az ugrást visszamondtuk, így korlátgerend a talajon tudtam elindulni, és igazából elégedett vagyok, mert ahhoz képest, hogy éreztem, hogy azért már kicsit fáradok, jobban kell koncentrálnom, így sikerült mind a 3 szeren nyernem, és így nagyon büszke vagyok magamra. Székely Zója a postásesek kiválósága kiemelkedő teljesítményt nyújtott az országos bajnokságon. A mesterfokú bajnokság felemásan sikerült már neki. Egyéni összetettben bronzérmes lett, a szerenkénti döntőkben talajon 3. helyen zárt. Igazából a selejtező napon én úgy éreztem, hogy kicsit magam alatt teljesítettem, nem nagyon jöttek össze a dolgok, nem igazán éreztem még meg a szereket, úgy nem tudom, így minden bajom volt igazából, úgyhogy ez volt a célom szombati napon, hogy az összetett fináléba oda tegyem magamat, és akkor felejtsem el a péntekit, és akkor újult erővel megcsináljam. Hála Istennek úgy, ahogy ez sikerült is hozni, és 3. lettem ugye egyéni összetettben. 2 olyan lány előzött meg, akit tényleg egyáltalán nem sajnálom, hogy ők megelőztek engem. Nagyon örülök, hogy egyéni összetettben is már labdába tudok rúgni itt a lányok között. Annak örültem, hogy 3 szerenkénti finálém is összejött, még a rossz selejtező ellenére is. Gerendát kicsit sajnáltam, hogy nem sikerült, de a másik 3 szernek nagyon örültem. Amit nagyon sajnálok, az a korlát, mert úgy éreztem, hogy nagy esélyem lett volna ott a dobogóba beleszólni. Sajnos nem sikerült a gyakorlatom, becsúszott egy rontás, úgyhogy edzésem majd mindenféleképpen azon leszek, hogy ezt minél stabilabbra csináljuk ezt a gyakorlatot. Viszont a talajgyakorlatomnak nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy 3. helyet sikerült szereznem, úgyhogy a talaj az tényleg nem az én szerem. Bácskai Csenge a postás eset tornásza ugráson, felemás korláton és talajon is finálézott. Az ugrás döntőt meg is nyerte. Ugráson igazából 2 leépített ugrással versenyeztem, és igazából nem azon izgultam, hogy sikerülnek-e vagy nem, hanem próbáltam arra koncentrálni, hogy minél pontosabban végrehajtsam őket. Korláton igazából az volt a cél, hogy a nagyobbik gyakorlatomat megpróbáljam. Úgy mentem neki, hogy ha sikerül, akkor örülök, ha nem sikerül, akkor meg még többet kell ebből csinálni. Igazából nem vagyok elkeseredve, mert nem tudtam megcsinálni. Úgy éltem meg, hogy az első versenyem ezzel a gyakorlattal, és örülök, hogy megpróbáltam. A talajgyakorlaton pedig szintén egy leépített gyakorlat volt, és ott az elejét sikerült pontosan megcsinálnom, a végére már kicsit elfáradtam, de annak örülök, hogy 3 egymás utáni nap így oda tudtam koncentrálni. Mayer Gréta a Dunaferesen reménysége fiatal kora ellenére egyéni összetettben a dobogó 2. fokára állhatott. A szerenkénti döntőkben ugráson, felemás korláton és gerendán szerepelt. Gerendán ezüstérmet szerzett. Korláton sikerült 3 aránylag tiszta gyakorlatot bemutatnom, gerendán ma sikerült egy jó gyakorlatot bemutatnom. A első két napon ott leestem sajnos. Talajon az első napon elrontottam, a másik napon egy sikeres gyakit tudtam bemutatni, az ugrásom az meg megvolt, mint 3 nap. A gerendán többen is mondták, hogy nagyon stabilan megálltál. Te szered a gerenda, vagy most fejben sikerült összeszedned magad? Hát most a 3. nap sikerült fejből összeszednem magam, de nagyon szeretem a gerendát, és ez a kedvencem. 2020-ban Kijevben rendezték a ritmikus gimnasztika Európa-bajnokságot. Pignicki Fanni a felnőtt egyéni összetett versenyben legjobb eredményét elérve 11. helyen zárt, ami a magyar Ergének is messze a legjobbja az elmúlt időszakban. Kocsis Evelin buzogánnyal sporttörténelmi bronzérmet szerzett a junioroknál. Műsorunk szerkesztésével egy időben érkezett haza a sporttörténelmi értékű érmeket szerző junior és felnőtt férfi tornász válogatott. A juniorok név szerint Balázs Krisztián, Dobrovic Ádám, Kovács Márton, Molnár Botond és Závori Szilárd csapatban ezüstérmet szereztek. Ezen felül Molnár Botond talajon bronzérmes lett. Balázs Krisztián egyéni összetettben a 3. helyen zárt, és Nyújtón Európa bajnok lett. A felnőtt csapatot Bátori Szabolcs, Kis Balázs, Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Vecsernyi és Dávid alkotta, akik megszerezték az első férfi csapat Európa-bajnoki bronzérmet Magyarországnak. A szerenkénti finálékban pontszerző helyeken zártak.
Elnök úr, ez volt az esztendő hazai utolsó versenye, a győri mesterfokú bajnokság. Összességében hogyan értékeled az évet, hiszen mindössze 3 versenyt lehetett itthon tartani a 2020-as évben? Nagyon-nagyon keményen dolgoztak a klubjaink, szakosztályaink, azért, hogy a gyerekeket megtartsák. Ugye nagyon sok hullám volt a koronavírussal kapcsolatban, zártak be tornatermek az első fázisban szinte majdnem az összes, tehát a tornacsarnok kivételével, sőt a nagy klubjaink csak egy-egy versenyzőt engedtek be a terembe, hogy ezt úgy vészeljük át, hogy ne hagyják abba a versenyzők. Én úgy érzem, mindenki megtette, ami a kötelessége volt, és nem csökkent a létszám. A gyermekeknél, a gyerektornánál ott csökkent, mert hát értelemszerűen ők azért annyira nem türelmesek, hogy fél évig nem tornázhattak, de most töltjük fel újra ezeket a gyerekeket. Nem tudjuk még, hogy mi lesz. Mennyire fog súlyosbodni ez a vírus, és hogy milyen döntéseket hoznak majd a vezetőink, úgyhogy reméljük, hogy meg tudjuk tartani ezeket a versenyzőket most itt bent a rendszerünkben. És mire számíthatunk akkor a következő szökkenővándorban 2021. januárjában? Ugye nagy mozgásterünk nincsen, ezért ugye év vége van, és a best of, vagy az összes adásnak a legjobb pillanatait fogjuk összefoglalni, és ez lesz egy adás. Várjuk Önöket tehát a Szökkenő Vándor 8. évadjában, januárban is. Addig is kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk a teljes táv nevében. Viszontlátásra!